estét kívánok! Szakács Zsuzsanna vagyok, a mai műsor vezetője. A Tatabányai Közösségi Televízió stábja nevében szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Adásunkat a futballvilágbajnokság soron következő mérkőzésének időpontjára való tekintettel ismét a szokottnál korábban 18 órakor kezdjük. Nézzünk néhány ízelítőt a mai programból. A stáb ellátogatott a Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság aktíva ülésére, valamint a Gépipari Tudományos Egyesület országos titkári tanácskozására. Jelen voltunk az építők napja juniálisán, valamint a Pesti Csemege megnyitóján. Egy aténi sétára kalauzoljuk a kedves nézőket. Néhány szó lesz a szalmonella fertőzésről, majd pedig a szokásos programok kulturális ajánlat, reklám, sport, végül pedig a Bányásztánc Együttes műsorából láthatnak egy részletet. A mai közel másfél órás program első percei a gyerekeké. Murger Mónika, az 5-ös számú általános iskola tanulója, Recsed Basa és Borbélyainak történetét meséli el. Jakab mester a kecskeméti Borbély ott áll a Basa sátrában. Megszólal a Recsed Basa. Nyisd ki fülette, híres Borbély, ha engem szépen megborotválsz, tied az acskó arany. Megverted rajta a kecskeméti városházát. De ha megkarcolod patyolat ábrázatomat, úgy megkenetem a talpam magyarófahájjal, hogy holtig arról koldulsz. Jakab mesternek a tiltés összeverődött féltiben, ahol leborult a Basa előtt. Kegyelmes Basa, inkább az öreg legényemet küldöm el magam helyett. Könnyebb annak a keze, mint a sólyomnak a szárnya. S nem tel bele szempillantás. Jakab mester már otthon elkendezett az öreg legény előtt. Szaladj csak, fiam, borotvád meg a Basa ő kegyelmességét. Sose láttam olyan finom úriembert. Álmodban se láttál olyan borra valót, amilyen ott kap. Legyen a tiéd, barátom, nem mondd, hogy mindig én szedem le előled a tejfölt. Azzal Jakab mester bebújt az ágy alá, az öreg legény pedig egy ugrással ott termett a Basánál. Már a habot is megkeverte, mikor azt kérdi tőle a Basa. Elmondta a gazdát, hogy hogy áll a bál. Semmit sem szólt, kegyelmes Basa. 100 arany, ha szépen megborotválsz, 100 pálca, ha megkarcolod patyolat képemet. Szappant borotvát, ott hagyott az öreg legény, csak futtából kiáltott vissza. Elküldöm a kisnasunkat, kegyelmes Basa, leágy a keze, mint a sejem, seves a járása, mint a szél. Otthon aztán fülön fogta a kisnast, és keményen rámordult. Lódujkajak, valami török basát kell megborotválnod, jusson már egyszer neked is ilyen. Azzal ő is bebújt az ágy alá, Jakab mester mellé. A kis nas pedig bekocogott a Basához, aki keményen rákiáltott. Na gyerek, hány hét a világ? Máva is kevesebb, Basa bácsi? Felelte a kis nas, és pemecselni kezdte a Basa állá. Megállj, gyere! Tudod-e, milyen az én szerződésem? Majd megmondja a Basa bácsi. Ha szépen megborotválsz, aranyjal méretlek fel, de ha megkarcolsz, én borotváltatlak meg téged nyírpa veszővel. Majd elválikán zsákkal telik, felelt a kis nas, és neki fogott a borotválásnak. A hosszú kóborlásban úgy kiverte a Basa állát a szakál, hogy rossz volt nézni. De a kis nas úgy letisztította róla, hogy öröm volt nézni. De még csak a keze sem reszkedett a nagy ijeszgetéstől. Ember vagy, öcsém, akárki fia vagy, csapta össze a bokáját a Basa. Tied az arany, hanem azt mondd meg már, nem féltél, mikor borotváltál? Mert bizony mondom neked, megemlegetted volna ezt a napot, ha megkarmolátod a Recsed Basa állát. Néni Basa bácsi, nevetett a gyerek, nekem is már nem sütni valóm, mert bizony mondom neked, amelyik percbe megkarcoltam volna orcádat, úgy lenyisztantottam volna a fejedet a nyakadról, hogy nincs az az ostya, amelyik összeragasztotta volna. Recsed Basát a hideg is kilelte ilyetében, fölsegítette a kisnás hátára az aranyos zacskot. Azután mindjárt takarodott hubatott a tábori kürtössel. Gyerünk odább egy házzal, nem jó az ilyen néppel bolondozni, ahol még a gyereknek is így helyén van a szíve. Társadalmunk életének minden területén fontos az elvégzett munka értékelése, az elkövetkező időszak célkitűzéseinek meghatározása. Az értékelés, az új célok kitűzése a népi ellenőröknél is megtörtént. Június 5-én megyei aktíva ülést tartott a Népi Ellenőrzési Bizottság.
Az eseményen megjelent Antalóczi Albert, az MSZNP központi bizottsága tagja, a megyei párbizottság első titkára, Dobos István, a központi népi ellenőrzési bizottság elnökhelyettese, Galántai Pál, a megyei tanács elnökhelyettese. Komárom megyében 814 népi ellenőr végzi felelősségteljes munkáját. A hatodik ötéves terv során 25 országos, 24 megyei, 36 városi témavizsgálatot tartottak, többek között megvizsgálták az életkörülményeket befolyásoló tényezőket, az anyag- és energiagazdálkodást, a munkaerőgazdálkodást, a vállalati gazdasági munkaközösségek működését. Erről számolt be Kunc Pálné, a megyei népi ellenőrzési bizottság elnöke. A lakosság áruellátásával kapcsolatban elmondta, hogy ezt a különböző kereskedelmi szerveknek kiegyensúlyozott színvonalon sikerült biztosítani. Az ellenőrző tevékenység mindaddig nem tekinthető befejezetnek, amíg nem történik érdemi változás, hangsúlyozta beszámolójában a népi ellenőrzési bizottság elnöke. Folyamatosan biztosított a népi ellenőrök továbbképzése, miután a velük szemben támasztott igények igen magasak. A hetedik ötéves tervben feladatként határozta meg a jövedelem termelő képesség növelésével, a termékek minőségének javításával, kiemelt fejlesztési programok megvalósításával való foglalkozást, amelyek nagyban segíthetik a megye hetedik ötéves tervének végrehajtását és a népgazdasági tervek teljesítését. A keripar ötös számú gyáregysége már szerepelt a közösségi televízió egy korábbi adásában. Most ismét pontos eseményről tudósítunk. Munkásgyűlést tartottak a békehónap alkalmából a keripar ötös számú gyáregységében. Drobny László igazgató köszöntötte a kollektívát, a megjelent vendégeket, Hanvas Győzőt, a városi tanács elnökhelyettesét, Szódáné Mazalin Évát, a Hazafias Néppront városi bizottságának titkárát. Katona Imréné a Tatabányai Városi Békebizottság titkára méltatta a béke jelentőségét napjainkban. Ebből az alkalomból nyújtották át a keripar ötös számú gyáregységének a békemozgalomban kifejtett tevékenységéért az Országos Béketanács emlékplakettjét. Június 12-től 14-ig tartott a Tatabányán országos titkári tanácskozását a Gépipari Tudományos Egyesület. Kérem, nézzék meg az erről készült filmtudósítást. A tanácskozást Meleghegyi József, a Tudományos Egyesület főtitkára nyitotta meg, majd Mirten Lajos, a Városi Párbizottság első titkára, Tatabánya és környéka iparáról, gazdasági életéről beszélt, bemutatva eredményeinket és gondjainkat egyaránt. A tanácskozás legfőbb célja, hogy a május 10-i 20. tisztújító közgyűlés határozatait konkrét feladat meghatározások kövessék, a kutatások, az innováció, a találmányok realizálása és a tagság tudományos munkájának segítése terén. A program során a rendezvény mintegy 100 résztvevője videófilmek segítségével ismerte meg több tatabányai gyár tevékenységét, illetve tájékoztatót hallhattak a KGST legutóbbi tanácskozásáról. Amikor köszönteni akarunk valakit névnapján, elég fellapozni a naptárt és már is tájékozódhatunk. Nemzeti ünnepeinket pedig óvodáskorunk óta fejből tudjuk. Más a helyzet a szakmai napokkal. Ezek eleinte szűk, főleg szakmai körben voltak ismertek, később a színes sokoldalú rendezvények kapcsán kerültek a köztudatba. Ma az építők június 8-ai napját tisztelettel és a gazdag programból kiragadott hangulatos képekkel köszöntjük. Borús időben kezdődött június 8-án a Bokányi Dezső Sport és Szabadidő Központban az idei építők napja. A szeszélyes időjárás sem riasztott el az érdeklődőket, hiszen a színes programból mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Böngészhetett az új könyvek között, akinek megengedte a pénztárcája, kiegészíthette ruhatárát. Amikor ott jártunk, volt harcias kungfu bemutató, számítógépes játékterem, ahol a gyerekek tehették próbára ügyességüket, és az ilyenkor elmaradhatatlan bazársor és hintaerdő nyújtott szórakozást kicsiknek és nagyoknak. Az 5. kerületben a pesti csemege környékén levő élelmiszerüzletek néhány hétig zsúfoltabbak voltak, ugyanis a pesti csemege 3 héten keresztül zárva tartott. Fábián Árpádot, a csemege üzlet vezetőjét kérdeztük, milyennek az oka. Áruházunkat 1974. novemberében nyitottuk, ez 12 év eltelt, azóta a gépeink, technikai felszereltségünk, butorzat elavultá váltak, felújításra szorult. Sokan észrevételezték azt, hogy a
meghirdetett 2 hét helyett 3 hétig tartottak ezek a munkák. Mi volt ennek az oka? Hát igen, előre nem látható műszaki okok voltak azok, ami véget áruházunkat nem tudtuk megnyitni. Ezért szívesen ezért kérjük a kedves vásárlóknak. Reméljük, hogy az 1 hét, amit ráhúztunk, az kamatozdatni fogja a kedves vásárlókat. De úgy tudjuk, hogy ez a 3 hét is rekordidőnek számít, mert ilyen gyorsan azért ezek a felújítások nem szoktak megtörténni. Igen. Tudomásom szerint ilyen mérvű felújítási munkálatok, ha hozzámérjük az áruházunkhoz, sokkal hosszabb időt vesznek igényben. Az árukínálat változott-e? Részben igen. A Tyler pultjainknak a hossza 60 méterrel nagyobbodott, ez úgy értendő, hogy oldalanként 4 méterrel. Tehát egy taggal növeltük, a hűtőterületünk is növekedett 2 darab 800 literes hűtővel. Mi az a különlegesség vagy érdekesség, ami miatt most érdemes ide eljönni? Hát egyszer az áruválaszték. Másodszorban a technikai felszereltsége az áruháznak kedvező. Egy hiba ugyan van, kinőttük már a áruházunkat forgalomhoz mérten, lehetne az áldótér egy 200 négyzetméterrel nagyobb. Technikai felszereltségben megemlíteném még az új automata sonkaszeletelőgépet, az Omron 12-es japán pénztárgépeket, amit úgy érzem, ez is a vásárlóknak a vásárlását fogja könnyíteni, gyorsabbá teszi a pénztárak áteresztő képességét, reméljük, hogy a vásárlók meg fogják kedvelni. Néhány éve vezették be hazánkban a téli-nyári időszámítást. Megszoktuk már, hogy figyeljünk a kulcsnapra, erről mindig megfelelő, hangsúlyozott tájékoztatást kapunk. Nehezebb azonban eligazodni a MÁV és a volán menetrendjein. A rendszeresen busszal munkába, iskolába igyekvőknek is időbe telik, míg megtanulják a helyi járatok sajnos elég gyakran változó útvonalát. Főleg, hogy nincs mindig kéznél a kis menetrendfüzet, amit csak a végállomásokon lehet kapni. A busz megállók kis trafikjaiban hiába keresnénk. Így aztán a ritkán utazók és az idegenek nem kevés kérdezősködéssel és még több bosszúsággal érhetik el céljukat. Most azonban a helyzet a vértes volán jóvoltából jobbra, sőt mondhatnám színesre fordult. Hiszen az elhelyezett új táblák, a menetrendvonalat jelző fluoreszkáló pontocskák nem csak jól áttekinthetők, nem igényelnek hosszú percekig tartó bogarászást, hanem rendkívül tetszetések is. A másik fő előnyük az elavult táblákkal szemben pedig az, hogy este is, a néhol rosszul megvilágított buszmegállókban is remekül kivehető. Június 13-án került sor a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Komárom megyei szervezete, a Neumann János Számítástechnikai Társaság és a KISZ Komárom megyei bizottsága által közösen meghirdetett számítástechnikai vetélkedő megyei döntőjére. Megyén középiskolásai a dolgozók lapjában megjelent feladatokat oldották meg, és ez alapján került a legjobb 15 diák a döntőbe, ahol még magasabb színvonalú küzdelemben dőlt el a helyezések sorsa. A győztes iskola jutalma egy személyi számítógép volt. A 6. kötéves tervet lezárva a városfejlesztés, városépítés eredményeiről, valamint a 7. kötéves terv ehhez kapcsolódó célkitűzéseiről lesz szó a következő filmtudósításban. 1981 és 1985 között városunk a terveknek megfelelően fejlődött, gyarapodott. Felépült 1740 állami bérlakás, főleg a Bánhidai és a Gál István lakótelepen. Elkészült a Gróznyói lakótelepi általános iskola, óvoda, bölcsöde és a Sárberki Szakmunkás Képzőintézet épülete. Birtokba vehettük a közművelődés házát, a kórház új pavilonját és a Skála Stráda áruházat. Ennek ellenére sok még a tennivaló ahhoz, hogy a megyeszékhely rangjához méltó külsővel rendelkezzen. Minden fejlesztés elsősorban pénzkérdés. A 7. ötéves terv lehetőségeiről beszél Herczig Otto, a Városi Tanács tervosztályának vezetője. Talán azzal kezdeném, hogy több mint egy éves előkészítő szakasz után széleskörű társadalmi vitákat követően az elmúlt hónap végén került jóváhagyásra a város 7. ötéves terve. Ennek fő jellemzője az, hogy körülbelül az elmúlt tervidőszakhoz hasonló nagyságrendű pénzzel gazdálkodhatunk, viszont ennek felhasználásán belül
a következő 5 évben több jut a fenntartás, működtetés, felújítás feladataira, és viszonylag szerényebbek a fejlesztési lehetőségeink. Én ugyanakkor úgy látom, hogy a terv fő erénye az, hogy továbbra is biztosítja a városépítés folyamatosságát. Persze 5 év alatt minden gondunkat, problémánkat nem tudjuk megoldani, de kitűztük feladatként magunk felé azokat a főbb fejlesztési irányokat, ahol mindenképpen eredményt kell elérnünk. Ez részben a korábbi ellátottság szintjéből, részben pedig speciális demográfiai helyzetből ered, és tulajdonképpen 3 ilyen fő célkitűzést tudnék megemlíteni. Az egyik az, hogy továbbra is kiemelten kezeljük a lakásépítést, a lakáshoz juttatás lehetőségét kívánjuk biztosítani továbbra is. A középiskolai fejlesztési, intézményfejlesztési program az, amit úgy szintén kiemelten kezelünk, valamint továbbra is folytatjuk, viszonylag dinamikusan szeretnénk folytatni a városközpont beépítését. Ami a lakásépítést illeti, 1839 darab lakás épül meg a város területén a következő 5 évben. Ezeknek döntő része telepszerű többszintes formában, zömmel a Gál István lakótelep most megkezdett második ütemében. Az országos átlaghoz viszonyítva Tatabányán továbbra is magasabb lesz az állami bérlakások aránya. Ez zömmel amiatt van, mert folytatjuk a kolóniapótló programot. Az 1800 lakásból 600 lakás szolgálja a kolóniapótlást, valamint a szénbányászathoz kapcsolódó lakásépítés keretében is sor került több mint 100 bérlakás megépítésére. Terveink azt tartalmazzák, hogy a lakások alapterületével, szobaszámával mind jobban szeretnénk megfelelni a különböző igényeknek, amik szociális helyzetből, családnagyságból adódnak. Következésképpen tovább csökken a kétszobás lakások aránya, és folytatjuk a úgynevezett garzonházépítési programunkat, valamint a nagycsaládosoknak megfelelő nagyobb alapterületű lakásépítést is. Ami a lakások megjelenési formáját illeti, szeretném elmondani, hogy a Gál István lakótelepen a sárberekben már megépült, úgynevezett magas tetős formában kívánjuk a lakásokat megépíteni, ennek van egyfajta esztétikai töblete. Az elmúlt tervidőszakban, annak is a második felében nagyobb ütemben kezdtük meg a telek kialakítási tevékenységünket, amivel a tanácsnál bent lévő telek igényeknek a kielégítését igyekeztünk elősegíteni. Sajnos ez a program abban az ütemben, amit az elmúlt 2-3 évben már megszokhattunk, tovább nem folytatható, alapvetően pénzügyi okok miatt, de mintegy 180 darab család és sorházas teletnek a tartós használatba adására azért sor kerül ebben az 5 évben. Hát a lakásépítésről talán ennyit. Említettem a középiskolai intézményfejlesztési programot. Számításaink szerint 1987-88-tól ugrásszerűen megnövekszik a középiskolai korosztály létszáma, amihez nekünk megfelelő intézményhálózattal kell felkészülnünk, hogy biztosítjuk a befogadásukat. Ennek a programnak a keretében összesen 44 darab középiskolai tanterem megépítésére kerül sor, tulajdonképpen 3 területen. Már folyamatban van a Sárberki Szakmunkás Képző Intézet 8 tantermes bővítése, ugyancsak folyamatban van a Gál István lakótelepen 16 tantermes gimnázium építése, valamint a tervciklus utolsó éveiben Kertvárosban megépül egy 20 tantermes kereskedelmi szakmunkás képző és szakközépiskola is. Ezzel úgy számolunk, hogy a középiskolai ellátottsági szint, figyelembe véve a megnövekvő létszámot, gyakorlatilag változatlan marad, az új intézmények adta lehetőségek miatt némileg javulni fog. Ami a harmadik kiemelt fejlesztési célt, a városközpont továbbépítését illeti, itt alapvetően a bevásárló üzletközpont befejezésére, és szándékunk szerint 1987 második félévi üzembehelyezésére gondolok. Talán ismeretes, mert erről már többször volt szó, hogy a bevásárlóközpontban kap helyet a Tatabánya alsó vasútállomás utasforgalmi épülete is. Ezen felül tartalmaz a terv egy sor olyan egyéb beruházást, fejlesztést, ami alapvetően a lakótelepek ellátottságát javítja. Ennek keretében a Gál István lakótelepen megépül egy 16 tantermes általános iskola,
emellett megépül egy 100 férőhelyes óvoda is. Kertvárosi intézményhálózatot gyakorlatilag a lakásépítés követően kiépített, de az ABC zsúfoltságát, túlterheltségét hát megoldandó, a tercikus második felében sor kerül a jelenlegi ABC áruháznak a bővítésére. Ugyancsak lakótelepi beruházásként számolunk azzal, hogy döntően vállalati hozzájárulásokból a bányhidai lakótelepen megépül az iskolához kapcsolódó diákétterem is. Egyéb beruházásaink közül szeretném megemlíteni, hogy a város crossbar központja a tervtiszkú második felében 2000 új vonallal bővül, ami úgy gondolom, hogy a jelenlegi rendkívül rossz telefon ellátottságon jelentős mértékben javítani tud. Szeretném megemlíteni azt is, hogy terveink tartalmazzák a régóta húzódó, de most már végképp aktuálissá vált Újvárost Kertvárossal összekötő útnak a megépítését, aminek részeként egyúttal megteremtődik a Dózsakert és Kertváros közvetlen összekötetése is. Nem tanácsi beruházásban, de ugyancsak a város ellátottságát javítva elkészül a következő évben üzembe, és kerül a 120 férőhelyes szociális otthonunk. A vízmű beruházásában sor kerül a szennyvíztelep bővítésére, valamint a megyei tanács pénzügyi eszközeiből tovább folytatódik a kórház rekonstrukció, és megkezdődik az úgynevezett hármas ütemnek a kialakítása is. A nyár az idegenforgalom főszezonja. Aki teheti, felkerekedik és útnak indul. A cél pedig igénytől, no és persze pénztárcától függően, vagy az országhatárokon belül, vagy távolabb határainkon túl van. Most egy örök zöld vidékre hívjuk Önöket. Kérem, tegyenek velünk egy sétát az ezer arcú Aténben. Atén talán nem csak Görögország, hanem az európai kultúra fővárosa is. Itt születtek meg azok a társadalmi és politikai formák, a szellem olyan alkotásai, amelyek az európai civilizáció számára évszázadokig példaként szolgáltak, és amelyeknek tanúságai máig sem vesztették el aktualitásukat. A ma Aténja az antikvitás maradványait büszkén őrző mediterrán város. Nincs olyan évszak itt, amikor ne találkoznánk turistákkal, akik a városképbe mindig harmonikusan illeszkedő romok között csodálják meg a klasszikus Atént. És mint Aténban először járó turisták, mi sem tettünk másként. Felkerestük a Hadrianus kaput, a Szelek tornyát, a Zeus templomot, a könyvtár romjait. Jártunk az aténi utcákban, ahol szinte mindegyikből kitűnő kilátás nyílik az Akropoliszra. Atén persze nem csak antik múltjára lehet büszke, hanem a bizánci korból megmaradt templomokra, a sajátos hangulatú utcáira, tereire. Láttuk az olimpiai stadiont és a királyi palotát. Elvegyültünk az Atén utca forgatagában, végigjártuk a bazársort, ahol skót amerikai ausztrál zenészekből álló alkalmi utcai zenekart hallgattunk. Bye.
Az a rövid 4 nap, amit Athénban töltöttünk, természetesen nem lehetett elég ennek a 4 milliós metropolisznak a megismerésére, titkai felderítésére. Athén nem hasonlítható semmihez, csak önmagával mérhető. A nyárról a pihenés, az utazás előtt elsősorban a meleg jut eszünkbe. A meleg viszont nem csak kellemes dolgokat rejt magába, hanem főleg az élelmiszerfogyasztás területén veszélyeket is. Ilyen veszélyt jelent a szalmonella baktériuma. Mint a következő filmriportból hallani fogják, feltétlenül és fokozottan be kell tartanunk a higiénia szabályait, s rendkívül körültekintőnek kell lennünk az élelmiszerek tárolásánál. A nyár mindig táptalajú szolgál a baktériumok számára, és nő a fertőzés veszély. Egy szokásosan elterjedt baktériumfajta a szalmonella. Ezzel kapcsolatban kerestük meg dr. Mattern Artúrt, a megyei kölyál főorvosát. Főorvos úr, azt kérdezném, hogy Tatabányán a közelmúltban észleltek-e szalmonellás megbetegedéseket?
A városban voltak szalmoneolás megbetegedések, emelkedés nem mutatkozott az előző évihez képest, járványveszély pillanatnyilag nincs. Tulajdonképpen mi is ez a szalmonella? A szalmonella a emésztőszervi megbetegedéseknek az egyik kórokozója. Ez terjed emberről emberre, állatról emberre, és főleg a higiénés viszonyoknak a megsértése folytán terjed nagyon. Itt főleg a közétkeztetésben kell vigyázni, mert azok okozzák a legnagyobb járványokat, fertőzéseket, de ezen kívül családi fertőzések is kialakulhatnak. Mit lehet tanácsolni azoknak, akiknél a szalmonellás fertőzés gyanúja felmerül, vagy valamiféle rendellenességet vettek észre magukon? Hát amennyiben az előbb elmondottak enyhe tünetek jelentkeznek, vagy más emésztőszervi problémájuk jelentkezik, mindenképpen forduljanak orvoshoz, mert részben a klinikai tünetek alapján, részben pedig a laboratóriumi vizsgálatok adnak biztos diagnózist arra, hogy milyen betegsége van. A szalmonellás betegek gyógyítása és gyógyulása az teljes biztonsággal megtörténhet, ha időben orvoshoz fordulnak? Ha időben orvoshoz fordulnak, a megfelelő gyógykezeléssel a megbetegedést meg lehet könnyen viszonylag gyógyítani. A kisgyermekek és az idősebbek, azok nehezebben vészelik át, de ezeknek is a gyógyulása, mondhatnám azt, hogy 100%-os. Van olyan eset, és ezt meg kell érteni a betegeknek is, amikor nem kell különleges gyógyszereket adni ehhez a kezeléshez, és főleg nem a szomszédasszony javaslatára, vagy pedig házi szereknek alkalmazása, vagy követelni a magasabb értékű antibiotikumok adását. Mivel régen már mondták azt, hogy a szalmonella, illetve általában minden emésztőszervi fertőző megbetegedés a piszkos kéz betegsége, ebből adódik az, hogy a higiéni szabályokat be kell tartani. Tehát amint az előbb elmondtam, kezet mosni, a gyerekeinkre ügyeljünk arra, hogy minden WC használat után és étkezés előtt mossák meg a kezüket becsületesen. Ugyanúgy ez vonatkozik a felnőttekre is, mert sajnos sokszor azok is elmulasszák ezekbe az esetekbe a kézmosást. Lehetőleg, ha olyan betegről tudomást szerzünk, akinek hasmenése van, vagy más emésztőszervi megbetegedése jelentkezik, ami hasonlíthat a szalmonellára, ebben az esetben hát gyerekeinket ne vigyük látogatóba, időskorúakat szintén ne vigyünk hozzá látogatóba, és magunk is tartsuk be fokozottan a higiéni szabályokat. Még annyit hozzá kell tennem, hogy előbb elmondtam, hogy mik a enyhe esetekben a szalmonellának a tünetei. Súlyosabb esetben ez főleg idősebbeknél vagy nagyon masszív fertőzésnél jelentkezik, amikor fejfájás, magas láz, nagyon sok vizes, nyálkás széklet, esetleg hányás is jelentkezhet. Ilyen esetben mindig keressük meg az orvost, és ne kísérletezzünk házi patikával, mert lehetséges, hogy szalmonella vagy más emésztőszervi, tehát vérhas vagy egyéb fertőző betegség. Az elmúlt évek tapasztalataiból okulva és az elmúlt évekre emlékezve tudjuk, hogy leginkább a közétkeztetés és bizonyos vendéglátóhelyek, például a fagylaltosok jelentenek veszélyt a lakosságra. A kölyál mit tud tenni és mit tesz, hogy csökkentse a lakosságra leselkedő veszélyt ezeken a helyeken? Először is ezeknek a helyeknek nagyon körülhatárolt és nagyon jó rendeletekkel megvan a működési területük egészségügyi vonalon. Mivel a szalmonellát elsősorban nyers hús, tojás, csirke, ezeknek a húsa, illetve hát fölhasználásával készült ételek terjesztik, és mivel a szalmonella hőre igen érzékeny, ha megfelelően át van sütve, át van főzve, illetve a tojást fölhasználás, föltörés előtt fertőtlenítik, megmossák, akkor ezek a tünetek elmaradhatnak. Azon kívül van még például, ami 100%-ig fertőzött, a kacsatojás. Ez semmi szín alatt még magánháztartásban sem javasolt felhasználni, mert majdnem minden esetben biztos, bizonyos a szalmonella fertőzés. Azon kívül rendszeresen vizsgálja a kölyál, főleg a nyári időszakokban,
amikor hát a fertőzés veszélye nagyobb, még hétvégeken is a vendéglátó helyeket is ellenőrzi azt, hogy a rendeleteket, illetve hát az utasításokat betartják. Ezen kívül minden kereskedelmi dolgozónak, aki ételkészítéssel vagy tálalással foglalkozik, munkába lépése után el kell végezni az egészségügyi minimum tanfolyamot, amin jóformán csak ez a tananyag, és erre oktatják a dolgozókat, hogy hogyan kell a közétkeztetésben dolgozni, és milyen módszereket kell, illetve technológiát alkalmazni az étkezésnek. Az elkövetkezendő két hét kulturális ajánlatát Szabó Pétertől hallhatják. Egy csók és más semmi. Békefi István és Ejzeman Mihály zenés játékát alig ha kell bemutatni. A rendező a szórólapra a következőket írta. Bizonyára jól esik megnézni egy olyan darabot, amelynek slágereit évtizedek óta fütyörészik Schusterinasok és egyetemi tanárok, ahol biztosak lehetünk benne, hogy este 9:30-ra a szerelmesek egymáséi lesznek, a közönség pedig egy kellemes est után vidáman, felszabadultan tér haza. Így legyen. Aki ezt jövendőlte, Barbinek Péter. Ő a Tatabányától talán legtávolabbi megyeszékhelyen Békés Csabán állította színre a darabot. Főbb szerepekben Kővári Judit, Tomanek Gábor és Gálfi László látható. A Jókai Színház vendégjátékára június 21-én 19 órakor a Közművelődés házában kerül sor. Egyenjogúságot a férfiaknak. A Radnóti színpad előadását még senki sem láthatta, hiszen e napokban folynak a darab próbái szigorúan zárt körben. A cím és a műfaj megjelölése szerint vidám, zenés, antifeminista kabarét láthatunk. A szereplők listája pedig magáért beszél. Eszter Gályos Cecília, Balázsovics Lajos, Szerencsi Éva, Angyal János, Benkő Péter, Herceg Csilla és Nyerges Ferenc. A főszereplő színész egyben a darab rendezője is, Inke László. Az előadást június 30-án hétfőn 16 és 20 órai kezdettel láthatják ugyancsak a Közművelődés házában. Vakáció ide vagy oda, a gyerekeket az iskola udvarokra csábítja a Komárom megyei játékszín. A Rockszínház Grofius stúdiójának művészei ezúttal nem rockprodukcióval lépnek elő, hanem egy mesejátékkal. Mégpedig a legnagyobb magyar mesemondó Benedek Elek legsikerültebb mesejátékával. A Töpsincs Királyfi rendezője Katona Imre. A Dózsakerti Váci Általános Iskola június 18-án, a Sárberki Iskola pedig 19-én 18 órától változik Mirkó király udvarává. A szervezők a belépők árát a gyerekek pénztárcájához igazították. S ha már a vakációnál tartunk. Mit kínál a megyei úttörőház? Sajnos nincsenek jó híreink. Halaszthatatlanul el kell kezdeni az épület felújítását. A szervezők úgy döntöttek, inkább most kerüljön erre sor, mint a tanév közben, hiszen akkor rengeteg szakköri csoport válik hajléktalanná. De azért nem olyan tragikus a helyzet. Csütörtökönként a nyári napközis pajtásoknak sikerül helyet adniuk. A délelőtti foglalkozásokon vidám vetélkedők, agyagfigurák készítése, papírhajtogatás, videó és játékfilmek vetítése és sok más érdekes program várja az ifjakat. S az időjárás megengedi, az unalomízés színterei a strandok lesznek, ahol alkalmi sportvetélkedők ígérkeznek legsikeresebb programnak. Más. Sokan mondták, hogy 1944-ben és 45-ben a szovjet katonák dalait hallgatva és táncait látva még azt is elfelejtették, hogy háború van. Nos, békeidőben is lehet ilyen élményben részünk, mégpedig hivatásos művészek előadásában. A szovjet déli hadseregcsoport művészegyüttese június 16-án hétfőn a Közművelődés háza színpadán mutatkozik be. Orosz, ukrán, lett, litván, kazah és más táncok segítségével repítik el a közönséget egy röpke, de bizonyára emlékezetes volgai, urali, szibériai utazásra. Képzőművészet. A Puskin Művelődési Ház munkatársai e napokban készítik elő a Kernstock terem legújabb kiállítását. Az Aurea stúdió alkotói mutatkoznak be ezúttal. Bizonyára kevesen ismerik ezt a csoportot. Közel 30 képző és iparművész alkotja ezt a közösséget. Budapesten székelnek, de kettő tatabányai művész is közéjük tartozik, Krajcsovics Henrik és Karkus István. Nem csak szépnek, hasznosnak is ígérkezik ez a tárlat. A kiállítási tárgyak ugyanis megvásárolhatók, az alkotók pedig arra is vállalkoznak, hogy az önök otthonát is szebbé tegyék. Lakberendezési tanácsokat adnak kívánságra,
legyártanak egyedi bútorokat, és természetesen arra is tippet adnak, hogy mi kerüljön a falakra. A tárlat csendben, különösebb ceremónia nélkül 25-én nyílik meg, és július 20-áig látható. Színhelye a Kernstock terem. Egy másik kiállításra is sor kerül, mégpedig a Népház galériában. Artéria neve a Szentendrei Művészek Alkotó Közösségének. Június 12-én nyílik ez a tárlat, július 5-éig látható, bizonyára sokan kíváncsiak lesznek rá. Balettkedvelők, figyelem! Június 17-én kedden 17 órától a Népházba kerül sor a Puskin Művelődési Központ balettcsoportjának záróvizsgájára. Hihetnénk, hogy ez a tanfolyam záróvizsgája csak az érintettek dolga, de kivételesen nem zárt körül lesz ez a rendezvény, bárki eljöhet rá és bizonyára jól szórakozik. Még egyszer az időpont 17-e, kedden 17 órától, s a színhely a Népház. Újra megjelent megyén kulturális, irodalmi és művészeti folyóirata az Új Forrás. A piros színű hármas szám tartalmából néhány szerző nevét kiemelném. Pozsgai Imre, Eszterházi Péter, Faludi Ádám, Kósa Ferenc és sokan mások. A hármas szám kapható az újságárusáknál. Most pedig egy igazi nyári csemege következik. Bányász családi juniálist rendeznek Tatabányán június 21-én szombaton. A rendezvényt a Tatabányai Munkásotthon szervezői állították össze. Délelőtti programban családi tömegsportnap kezdődik, helye a Bányás strandfürdő, ízelítő. Foci villámtorna, vízi lovagi torna és váltóversenyek, több tusa, asztali tenisz villámtorna, gyermek és felnőtt ügyességi vetélkedők, hókusz-pókusz és meseváros, ez zenés műsorokat jelent, Szabó Károly és zenész barátai is fellépnek. Rossz idő esetén mindenre vasárnap délelőtt kerül sor. Délután a program az intézmény parkjában folytatódik. Itt gyermekpóker, lepényevés, lengőteke bajnokság, számítógépes játékok, sakszimultán, és sorolhatnánk tovább, mi minden érdekes program várja az érdeklődőket. Időpont tehát még egyszer, június 21-e szombat. Örömhír, hogy újra van városunkban kertmozi. Programja Tatabányán sokfelé megtalálható. Bizonyára sokan látták a csütörtök esti tévéhíradóban a Tatabányai Közösségi Televízió által készített kis filmhírt egy állattörténetről. Kérem, akik nem látták, most nézzék meg velünk. Nem mindennapi látnivalót kínál a Vértesi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság agostyáni arborétuma. Betty, a 3 éves hannoveri vérebb elvesztette kölykeit, de szerencsére nem kellett sokat szomorkodnia, mert erdei csatangolásai során rábukkant Gyurira, az eltévedt apró vadmalacra. 2 hónapja igazi anyaként gondozza az árvát, aki egy pillanatra sem hagyja el a pótmamát, és ahogy étvágyát nézzük, nem kételkedhetünk benne, hogy lassan igazi süldővé cseperedik. A sporthírekben az Interliga TBSC Beroe labdarúgó mérkőzésről láthatnak összeállítást. 10. Interliga mérkőzés. Jobbról balra, piros szerelésben a Bányász, fekete-fehér készülékeken segítésül annyit, hogy a bolgár bajnok Beroe csapata fehér válpánttal játszik. Az Interliga célja játék és szurkolási lehetőséget biztosítani 2 bajnokság között. Mindezt azért mondom, mert a mérkőzésen sem igazi játék, sem népes szurkolótábor nem volt. A 101 néhány néző ilyen gólokat láthatott. Boncev beadását Mincsev fejelte a hálóban. 1-0 vendégek javára. Következett a 39. perc. Boncev labdáját Tenev lőtte.
2-0 vendégek javára. Ezután szünet következett. Simon parádés alakítását láthatják. Ezzel lett 2-1. 68. perc. Gyámoltalan Bányász felszabadítási szándék. Mitev volt a gólszerző. 3-1. Aztán a 78. perc. Mitev a bal szélem. Szépen nap középre. Bonce volt a gólszerző. A negyediket követte az 5. gól a 86. percben. Demirev a labdával. Dinev lép ki. Ez az 5. találat. 5-1. Némi enyhítést hozott a 88. perc. P-nagy. Így lett 5-2. Akaratlanul is felmerül a kérdés. Szükség van egyáltalán egy ilyen mérkőzés sorozatra? A nézőket nem érdekelte, hisz folyt a VB, a játékosok meg, de hisz látták. Május 26-án ismét önálló műsorral szerepelt a Népházban a Bányász Néptánc Együttes. A Járd ki lábam címet viselő színes produkcióról két felvétel is készült. Most a június 16-ai adásunkat ennek egyik részével zárjuk. A felvételt készítették. Rögzítésvezető Kis Miklós, hang Hancsics Antal, képvágó Baki Judit. Operatőrök voltak Dián István, Peszlek Tibor, Suta László. Vezető operatőr Varga Csaba. A felvétel műszaki vezetője Horváth Gyula, gyártásvezetője Medved Gusztávné volt. Rendezte Kakuk Tamás.
Anya roha bayo, ne kajuk lenter tago.
Thank you.
Legközelebb június 30-án, a szokott időben, 19 órakor jelentkezünk. Itt a Magyar Televízió 2-es csatornáján. A viszontlátásra!